Áli. Cigány. Limperger mellett viszi el, aztán oldalra vadásznak megint. Csepregi lassan lövő helyzetben, egy átvétel, zsiborás, és éppen csak megszerzi. Legurított labda Cigánynak a szabadrúgás után, Csepregi. Kellemetlen labda, kijön zsibolásról, és gól, Farkas a gólszerző. Váratlanul szerez vezetést a Zalaegerszeg, hogy a góllal. 13. perc. Csepregi vezetgeti a labdát teljesen tisztán, rálövi messziről, senki sem zavarja. Zsiborás előtt megpattan, de ennek ellenére úgy érzem, meg kellene fogni. Kijön a labda, Farkas elegánsan emel, vezet a Zalaegerszeg. 19. perc, zalaegerszegi vezetés, Zsinka. Belőtt labda középre, Strauss egyből vissza, Dzsuriák, Balázs szenzációsan, óriási helyzet volt. Limperger, Bánki, Strauss emel, Dzsuriák gól helyzetben, és Balázs véd megint. perc, az 5. Ferencvárosi szöglet. Limperger elől teszik ki, Topor. Pintér. Oldalra Zsivócki tisztán veheti át, nincs lesz Zsivócki gólhelyzetben. Zsivócki még beközépre, Topor. Kivágják a védő. Szinte hihetetlen. 1-1 vezetheti rá Pintérre, Farkas nagyon gyors. Ezt is használja ki. Jó a középregurítás. Páli bele zsiborásba, Dobány, és belevetődik a labdába Strauss. Fantasztikus zalaegerszegi helyzetek a 28. percben. Strauss. Bánki. Strauss. Távoli lövés, Balázs tolja fölé. Strauss. Dzsuriák. Bánki kapja, Kincses, Balázs. Dobány. Dobány. Vadász próbál kilépni. Gólhelyzet, Farkas kivár egy ütemet, belevetődik Pintér. Cigány tűnik föl középen és kap jó labdát, Farkas a bal oldalon, Farkas, zsiborás kiindul bizonytalanul, Farkas teszi tovább, és Zsivócki rúgja ki, de nincs még kint. Farkas már is vissza középre, fejes, és ezúttal Keller nyúl közben. Dobány tartja még a labdát, Vadásznak teszi tovább. Keresztbe a másik oldalra, Varga tűnik föl, fölé. Bánki. Nagy Zsolt tűnik most már fel a 16-os előtt. Bánki kapja. Egymást zavarják a ferencvárosiak, és felszabadít az Zalaegerszeg. Strauss. Pintér teszi tovább. Dzsuriák. Zsinka. Dzsuriák még tovább, és Bánkiról lepattan Balázs véd. Sipos a labdával, Farkas kéri a másik oldalon, Zsivócki beragad, nincs les, Farkas gólhelyzetben, megint Zsivócki most kapcsol, Farkas még, és utoléri az Zalaegerszegi. Cigány kap egy kidobást, hosszan. Jó váltás a másik oldalra, Sipos. Farkas próbál kilépni, Pintér kíséri, Farkas még elgurul, és bent van! A második gól is bent van. Második félidő, 20. perc. Nagyon gyors az zalaegerszegi szélső. Pintér csak 10 kíséretet ad, zsiborás abszolút bizonytalanul jön ki. Elgurítják a kapus mellett, és bár ránszorog a labda, de a kapufa tövéről becsorog a második zalaegerszegi gól.
Zúrják fejjel, kapufa, és aztán kihúzza a labdát Cigány. Vadász, hosszan előre. Páli lép ki. Páli egyelőre még, nagy lövés, 3-0, Zsiborás föl sem emeli a kezét. Bomba gólt és bomba meglepetés. Második félidő, 25. perc. Páli kilép, beragadnak középen a védők, szó sem lehet Lesről, és futtából a szélső óriási gólt lő. Igaz, Zsiborás segítségével. 3-0. Dukon. 11-es. Zúrják lövi a 11-est. 3-1. Második félidő, 31. perc. Messziről szalad neki a ferencvárosi játékos. Balázs másfelé mozdul, ez a szépítő gól. Pintér felé a kirúgás, amikor Makó játékvezető lefújja a mérkőzést. Az Alaegerszeg teljesen megérdemelten nyert, a Ferencváros saját pályáján is alárendelt szerepet játszott, és azt hiszem a nézők füttye ezúttal mindent kifejezett.